Kegyelem nektek és békesség Istentől, aki Krisztus által megbékéltetett minket önmagával. Ő legyen veletek és a te lelkeddel. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket az ökumenikus imahét első idei alkalmán. Hálás vagyok Istennek, hogy a rossz idő és útviszonyok ellenére ilyen sokan összegyűltünk, hogy az egységnek ennek tényleg nagyon fontos szándékára imádkozzunk. Isten hozott mindenkit, és adjon kitartást mindannyiunk szívébe az egész héten át tartó imádságra és a közösség az egység építésére. Szeretettel köszöntöm lelkész társaimat, és kívánom, hogy mindannyiunk szívében az ökumenikus imahét építse, erősítse az együvé tartozásnak a vágyát. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban ebben az évben nagyon sok keresztény és számos egyház emlékezik meg a reformáció 500. évfordulójáról. Pál apostol arra emlékeztet bennünket, hogy Isten megbékéltetett minket önmagával Jézus Krisztus által. Krisztus szeretete arra indít minket, hogy a megbékélés, a kiengesztelődés hívei legyünk. Dicsérjük és magasztaljuk együtt Istent a Szentlélekkel egységben. Irgalmas Istenünk, Krisztus szeretete sürget minket, hogy bocsánatot kérjünk az állandósult, szétszakadt urvacsorai közösségért egyházaink között. Alázatos szívvel kérünk, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Irgalmas Istenünk, Krisztus szeretete arra indít minket, hogy bocsánatot kérjünk, amiért a múltban elüldöztük testvéreinket közös hazánkból, és bocsánatodért könyörgünk a mai vallási türelmetlenség miatt is. Alázatos szívvel kérünk, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Irgalmas Istenünk, Krisztus szeretete szorongat minket, hogy bocsánatot kérjünk minden háborúért, amelyet a te nevedben vívtunk egymás ellen. Alázatos szívvel kérünk, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Irgalmas Istenünk, Krisztus szeretete arra indít minket, hogy bocsánatot kérjünk, amiért keresztény életünket egymástól elválasztva éljük, és eltértünk közös hívásunktól, amely a teremtett világ gyógyítására szól. Alázatos szívvel kérünk, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Irgalmas Istenünk, Krisztus szeretete szorongat minket, hogy bocsánatot kérjünk, amiért visszaéltünk a hatalommal. Alázatos szívvel kérünk, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Irgalmas Istenünk, Krisztus szeretete arra indít minket, hogy bocsánatot kérjünk azokért az alkalmakért, amikor elzárkóztunk keresztény testvéreinktől és azoktól a közösségektől, amelyekben élünk. Alázatos szívvel kérünk, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Az ökumené jelképe egy hajó a háborgó tengeren. J.K. Chesterton, a neves katolikus gondolkodó, mondta ezt, mindannyian egy hajóban utazunk, majd hozzátette, és mindnyájan egyformán tengeri betegek vagyunk. Ebben a jelképben benne van, ami egyesít bennünket. Egyrészt a közös úti cél, amely felé haladunk, másrészt pedig a közösen megélt nehézségek. Ezek mindig munkálói az összefogásnak és az egységnek. Ne felejtsük el, hogy amikor mi először elkezdtünk összejárni, akkor milyen idők voltak Magyarországon, milyen időkben kezdődtek el ezek az összejárások, a közös imádságok, és ezek valóban a külső nyomás alatt őszinte megélései voltak a közösségnek. Ezt soha se felejtsük el, nem tudva, milyen idők jönnek még ránk. A címerben van még valami, az ökumené címerében a hajóban áll egy kereszt. Ezt a keresztet hordozza a hajó, egyben ez az egyetlen árbóc, ami a lélek vitorlái segítségével biztosítja a hajónak az előrejutását.
És ma erről a keresztről kell szólnom, hiszen a nyitó este címe Egy meghalt mindenkiért. Az idei évben a német testvérek állították össze a tematikát, és választásuk a második korintusi levélre esett. Ezt a levelet nehéz érzelmi megterhelődés nélkül olvasni. Bizonyára ebben benne van a német testvéreknek is a múlt értelmezése is, illetve mindannak a keresztje, amit ott hordoznak magukban. Ugyanis arról szól ez a levél, hogy milyen az, amikor nem csak beszélünk a keresztről, de meg is éljük azt, az történik is velünk, és hogy milyen érzés hordozni a kereszt súlyát. Ezt nagy erővel közvetíti ez a levél. Ilyeneket olvasunk. A mi kincsünk törött cserépedényekben van. Itt beszél az apostol arról, hogy ő az erőtlenségeivel dicsekszik. Meg beszél a testében lévő tövisről. Meg elmondja, hogy 5-ször kapott egy hián 40 botütést, 3-szor megveszőzték, 1-szer megköveszték, és azt már nem is tudja talán ő maga sem megszámolni, hányszor volt börtönben, és még mennyi viszontagságot kellett átvészelnie. Pál apostol annak a korintusi gyülekezetnek ír, amelyik erősen eltávolodott tőle. Attól az apostoltól, akinek a létét köszönheti. Megbotránkoztak benne, ki is ábrándultak Pál apostolból. Nem volt többé az ő álmaik prédikátora. Nem volt elég ékes szóló, a fizikai megjelenése nem tett valami nagy benyomást. Szemükben egy kudarcot való, szánnivaló vándor prédikátor volt csupán, akinek az útja egyik börtönből a másikba vezet, aki testileg megtört, gyakran beteg. A korintusiak szemében ezek nem az Isten áldásának a jelei. Ők egy szuper apostolt szerettek volna látni, aki gyógyít, csodákat tesz, unos, untalan, magával ragadóan beszél, és antik hősökre jellemző erővel és egészséggel bír. Míg Pál ehhez képest egy kivert kutyához hasonlít. Bár Pál szolgálata nyomán született meg ez a gyülekezet, most mégis azzal alázzák meg, hogy küldenek neki egy levelet. Valószínűleg ez idő szerint Efézusban volt Pál apostol, ami nagyjából arról szólhatott, hogyha apostolként akar közöttük megjelenni, és szeretne, hogyha figyeljenek rá, és adjanak az ő szavára, akkor legyen kedves, írasson egy ajánlólevelet valakivel, aki igazán méltó. Ma így mondanánk, nyújtson be szakmai önéletrajzot 2 gépelt példányban, okmánybélyeggel. Micsoda megaláztatás. De Pál jól tudta, hogy ami igazából riasztja a korintusiakat, az a kereszt. Azt remélték, persze hittek ők a keresztben, de azt remélték, hogy a kereszt azt jelenti, hogy nekünk már nem kell szenvedni. És bár Pál pont azt jelenti a szemükben, amit lenéznek, és amitől a legjobban tartanak, megtestesíti minden félelmüket a kereszténységgel kapcsolatban. Mit csinál Pál apostol? Ő csak azért is a keresztről beszél nekik. Minden félelmüket, és mondhatom most többes számba, minden félelmünket valóra váltva. Már az első korintusi levélben is valamiért fontosnak látta Pál apostol, hogy azt mondja, köztetek nem akarok tudni másról, csak Krisztusról és róla is, mint megfeszítetről. Saját magáról pedig úgy beszél, mint a keresztnek a hordozójáról, és azt mondja, ez az én ajánló levelem. Képzeljük el azt a jelenetet, amikor egy kellemes nyári estén Pál apostol azt mondja a korintusi fiataloknak, na srácok, menjünk le fürödni egyet a tengerben. És amikor levetkőznek, és Pál apostol leveszi a felső ruháját, ami látszik, az csupa seb, heg, a kövezések, a botütések nyomai, a lábán a hosszú gyaloglás utai nyomai, a megveretéseknek a nyomai, a rabló támadásoknak a nyomai. És vajon mit gondoltak azok a fiatalok? Példakép, vagy elrettendő példa? A probléma persze az nem új. A tanítványok János kivételével mind elrohantak a kereszt alól, mert féltek, hogy ez a sorsuk nekik is. Az emmausi tanítványok azért indulnak útnak, hogy megszabaduljanak a kereszt borzalmától, és attól az árnyéktól, ami rájuk vetődik.